Augusztus 20-án este a Kovács Pál Művelődési Központ szervezésében egy nyáresti zenés vigadalomra került sor a főtéren. A népszerű előadó művészek műsora szórakoztató, könnyed program volt a közönség számára. Most részleteket láthatnak az előadásból. Istennek és azoknak a szorgos kezeknek mondjunk köszönetet, akik minden nap azon dolgoznak, hogy az asztalunkra minden nap friss kenyér kerüljön. Az a friss kenyér, amely egyébként a nemzeti egységünk szimbóluma, de egy olyan fontos fizikai táplálék is, amely a mindennapi megélhetésünkhöz szükséges. Én azt kívánom önöknek, hogy érezzék jó magukat a mai napra, hosszú távon pedig Vörös Marti Mihály soraival szeretném zárni, amely így szól: legyen nekünk szép hazánk Magyarország, Isten tartsa soká szép Magyarországot, adjon benne nekünk tartós boldogságot. Ezt kívánom önöknek, tiszafürediaknak és minden magyarnak. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Tiszafüredet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen polgármester úrnak. Most pedig, tisztelt hölgyeim és uraim, következzen azt, amit már nagyon várunk, a nyáresti zenés vigadalom Fodor Zsókával, operettes két felvonásban. A fellépő művészek, akiket mindjárt nagy-nagy tapssal fogunk fogadni, Fodor Zsóka színművésznő, Mádi Piroska, ne sajnálják azokat a tapsokat, énekművész, Kárdi Kis András énekművész, a Magyar Állami Operaház művésze, Göt Péter énekművész, Horváth Elemér Emi hegedűművész, és Horváth Péter Gordonka és zongoraművész. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, az esthez valamennyinknek jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánunk. Köszönöm. Az a szép, aki meg a szemeti, aki meg a szemeti.
szépen. A monitorhoz, mert torr. Szipoljon. Ő azt mondta, hogy ő beszél, én azért maradok csícsönben. Akkor beszéljek. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Reméljük, hogy jól fogják érezni magukat. Mi igyekszünk nagyon-nagyon jó hangulatot csinálni, és kérem Önöket, hogyha valamilyen dalam ismerős, akkor tartsanak velünk, sőt, akár még táncra is pertülhetnek. Így van, ahogy a kedves hölgy mondta, énekelünk operettekből, nagy operettekből, úgyhogy most következik egy olyan dal, amit mindenki ismer, aki nem, az most megtanulja. Elutazunk valahova, egy gyönyörű szép autóval. András, ha van kedved, maradhatsz, de ha nincs, akkor nyugodtan megyek a jel. De ne menj messzire, mert utána te következel majd. Színpadra szólítson Káldi Kis Andrást, a Magyar Állami Operaház művészét. Oh,
és Horváth Péter. És mi. Küldtem el, hogy én kapjam a tapsot egyedül. Szeretnék felkonferálni egy hölgyet, igazából véve természetesen nem is kell bemutatni. Hallották is, hogy ki következik. Viszont szeretném elmesélni ezt a történetet, remélem nem bánja, sőt, hogy vele személyesen, mikor volt 2012, hány éve? Pontosan, akkor találkoztunk együtt, mégpedig a Békés megyei Jókai Színház a műsorára tűzte a Csárdás királynő című operettet, amiben akkor még hosszú és szőkedús hajjal Bóni grófot játszottam. És akkor találkoztam ezzel a hölgyel, aki nem mást játszott, mint Cecíliát, a hercegnét, és volt is jelenetünk nem is egy, és akkor mindig, amikor meglátom, csak annyit mondok, hogy hercegné, legyen olyan kedves, színpadra fáradjon föl. Hölgyeim és uraim, Fodor Zsóka! Ez is jó. Jó estét kívánok, jó estét! Kaphaték egy kis fényt a között... Aj, hát látjuk egymást. Igen, igen, nekem van helyem az operett műsorokban, mert a Csárdás királynőt, bár nincs jó énekhangom, mint Honti Hannának, de eladtam a Hajmásit. Olyannyira eladtam a Hajmási Pétert, hogy 22 helyett itt van az élő tanú, 32-szer kellett eljátszani, mert innentől odáig állt a sor. Nagyon jó emlék. Akkor játszottam a Vigözvegybe Praszkófját. Münchenbe németül nem tudok németül, tehát énekelni nem tudok, sikere volt. Németül nem tudok, és nyílcili tapsol volt, úgy megállt, amikor a jelenet után kivettem, hogy mit csinál a Daniló a Vígözvegybe, hogy tapsolnak. Visszanéztem, meg sem mozdult. Valahogy eladtam németül. Akkor játszottam a Cirkusz hercegnőbe, szóval sok operetben játszottam, de azért vagyok itt, hogy pletykáljak egy kicsit. Mi a fontos a színházi életben? Nekünk nosztalgiánk van egy nagy fekete luk után. Mi az? Itt a... Nem ez. Ez. A súgó luk. Tetszerek tudni, hol van most a súgó? Általában hölgy az illető, és ilyen félsegedelemmel ül a széken, és köt. Hát ő már tudja kívülről a darabot, őt nem érdekli, köt. A férje színész volt, és valahogy nem jutott eszébe a szöveg.
és kinézett az asszonykára, aki egy sima egy felkelt, egy sima egy felkelt, hogy segítsen, mire az asszonyka ezt csukta. Ugye te marha? Mondtam, hogy tanuld meg a szöveget, te velem veszek egyet, sima egy felkelt, egy sima. Lehocki Zsuzsi, mert hogy operett, mikor fiatal asszony volt, egy kislánya volt, hát most már elég nagy lehet az a kislánya, Krisztike, szinkronizált, és bevitte magával a Krisztikét. Na most a gyártás vezetőnek volt egy tüneményes kutyája, ekkora komondor, de amekkora volt a kutya, akkora szíve volt. Imádtuk mindnyájan, ő is az embereket, pláne gyereket. Na most Krisztikét nem ismerte, oda ment hozzá, és a két mancsát a vállára tette, hogy barátkozzanak. Szegény kislány, az majd össze-vissza szaladgált a rémülettől, hogy ekkora kutya, is rohadtak. Zsuzsi, gyere ki a stúdióból, sír a Krisztike. Kijött Zsuzsi, felkapta a kislányt, és azt mondta, Krisztike, ne sírjál, hát szeret téged a kis kutya. Szelet, mert csont van bennem. Még egy ilyen súgó lyukas történetem van. Volt egy színész kollega, régen, akkor sem volt fiatal, és egy kicsikét, hát csiket volt. Mi ezt tudtuk, és úgy alakítottuk a végszót, hogy meghallja. Az egyik jelenetben, egy operetben, egy keppel, a köpönyek, egy keppel állt, és a primadonnára rá kellett, hogy segítse. Na most az volt a monológia, hogy segíthetek, asszonyom. Tehát Imre bátyák állt a keppel. Hajlong a primadonna, Imre bácsi, segíthetek, asszonyom. Imre bácsi nem volt fiatal, emlékei voltak, plusz nem jutott eszébe a szöveg, állt. Imre bácsi, már fájt a derek a primadonnának, már a súgóluk, mert akkor még középen volt, majdnem a kúszó csúszásba, hát aki volt katona, tudja ezt a mozdulatot, kiszólt a súgón, hogy Imre bácsi, segíthetek? Mit tudom, kedves, azért van itt. A másik, aki nagyon fontos egy színházba, és ha nem fontos is, létezik és van, a színházi mama. Hát én színésznő vagyok, és az én anyukám, Isten nyugtassa, 100 évig élt. Ő aztán igazán színházi mama volt. Azt szoktam mondani, hogy ha az én lányomnál lenne szebb, jobb, tehetségesebb színésznő, én megmondanám. Vagy azt mondta, ugyan már én nem kényeztetem a lányomat. Eszi, nem eszi, főzök másikat. Volt a drágámnak egy nagyon rossz szokása, amikor pirosat mutatott a lámpa, átment. Zöld, ne, azt kivárta, hogy piros, és átment. No, mondjuk, az Isten áldjon meg, elmúlt rá 90. Hát elütt valami, hát miért mész át? Hallgass, te ez nem értesz. A zöldön mindenki át tud menni, de a pirosnak bukéja van. Higgyék el. Köszönöm szépen. Hát nem csak színház van, hanem van televízió is. Hát sajnos én nem látom önöket, pedig annyira szeretném. Könyörgöm, világítsák meg az engem nézőket. Hát nem jobb ez. És magas a villanyszábla, vagy spórolunk, vagy mi van? Hát ismerik, van az a bizonyos érzékelő, mikor belépek, akkor kigyullad, kilépek, elalszik. Spórolás. Na mindegy. De majd alakulgat. Például, ha itt lennék, akkor nagyon most a jó. Réka, látsz? Jó van. Jó van. Barátnőm. Szóval jött a tévé. Én meg ugye vidéken voltam. És valahogy szólt egy szinkronrendező barátnőm, hogy van egy szappanopera, ami eddig nem volt, csak a szomszédok, ugye? És a szomszédok nem rádió volt, hanem, illetve tévé volt, hanem hogy hívták azt a prózai Szabó család, csókolom. Nem Szabó család, de olyan hosszúságú volt,
és én gondoltam magamban, hogy hát engem úgysem fognak felfedezni, én vidéken vagyok, akkor éppen 16. éve voltam szegedi Nemzeti Színház tagja, mondom, engem úgysem fognak beválogatni. Volt egy barátnőmben, szinkronizáltam, az Apáca Sót, aki látta, hívottam a főnővér, a főnöknő, megiszmisz hangja. Én abból éltem. Álmodom, engem úgyse ismer a kutya se. Névtelen nulla együttes tagja vagyok Pesten, mert akkor ott hagytam Szegedet. Barátnőm szólt, hogy adjam le a fotómat. Mondom, és ha add le a fotót. Jó, leadtam a fotómat. Felhívnak, hogy elvitték a fényképemet. Mondom, nagy dolog. És ha elvitték, majd összetépik, hát nem is ismernek. Nem baj, elvitték, az már jó jel. Egyszer ülök a körmösnél, és csögg a mobil, tessék. Jó napot kívánok, Fodor Zsókával szerintem. Én vagyok. Hát a megtekintett casting alapján úgy döntöttünk, hogy ön fogja játszani ebben a Barátok közt című szappanoperában kertészné szerepét. Hát mondom, bocsánat, el tetszene mondani még egyszer, csak sokkal lassabban. Na, nevetett a producer, mondta, hogy Kalamár Tamás, és menjek be aláírni a szerződ. Jézus Mária! Na, bementem, és összetalálkoztam a Várkonyi Andrissal, aki 72-ben kollégám volt Békés Csabán, és nagyon-nagyon szerettük egymást, és nagyon jó barátok voltunk, és egymás jakába borultunk, mert ő volt a Vili. Nem bárkiig, akkor csak a Vilmos volt, és én sem voltam anyus, csak Magdika. Később aztán a fiamét neveztek el anyusnak. És annyira örült a producer. Jaj, de jó, hogy így szeretik egymást. Hát mondom, igen, mert nagyon sok darabba játszottunk együtt, ismerjük egymást. És végig én 11 évig voltam az ő felesége. Nagyon jól tudják, hogy mindenki azt hiszi, hogy az a Magdika, az Isten ilyen főz, takarít, nagyon jó nagymama, van neki 4 unokája, szóval mindent elisztek, ami én nem voltam. Mert Magdikának ugye nem volt diplomája, nekem igen. Én nem vezetek háztartást, Magdika Isten ilyen főz, mindig hívnak engem főzőműsorba. Mondom, bocsánat, aki jól főzött, az már meghalt. Úgyhogy, de azért 11 évig csak játszottam, hogy jól takarítok, jól főzök. Na, rám lett ragasztva ez a bélyeg. A felismerős történetek, hölgyeim és uraim, könyvet lehetne írni. Például álltam a villamos megállóba, és messziről egy mosolygó hölgyet láttam. Na, mondom, fő vagyunk ismerve. Én is mosolygok. Közeledik, mosolygunk. Odaér hozzám, megveregeti a vállamat, azt mondja, tudja, mi röhögök? Maga pont úgy néz ki, mint az az öreg asszony a Barátok közből. Képzeljék el, hogy úgy szeretném, ha láttam önöket, legalább tudnám, ki nézte a Barátok köztöt. Még egy... De szeretem magukat. Egyszer mentem egy mozgó lépcsőn, és jött fel egy apuka, feleség és egy gyerek a kocsiban, és megvártak fönt, hogy jöjjek. És odaléptek hozzám, hogy hát, művésznő, mi tudjuk ám, hogy nem pletykás. Mi tudjuk, hogy csak színész, mi tudjuk, hogy csak eljátsza, maga nem olyan. De a Zsoltra tessék vigyázni, az egy mafiózó. Képzeljék el, egyszer elvittem a barátnőmet a Gége klinikára, volt egy kis problémája, orrpolipja, azt hiszem, és kórterem, és segítettem neki pakolni. Na hát akkor még nem volt járvány, de parítja volt, és egy hölgy feküdt az ágyba, betakarva, olvasott. Én pakolok, magát én ismerem, hát mondom, igen, előfordulhat, engem szoktak is. Pakolok tovább. Nem Kőbányai? Nem mondom, én a belvárosban lakom, nem. Pakolok. Sobroni úton jártunk együtt az iskolába most. Nem oda jártam. Nem hagyta nyugodni. Egyszer csak leteszi a könyvet, megvilágosodik, azt
tudom már honnan ismerem. Na ugye, hát együtt feküdtünk a Tétényibe. Egyszer vártam a barátnőmet, Békés Csabán, és nekem 5 kis polszki volt, most nincs kocsim, elvisz engem a BKV. Szóval letekertem az ablakot, vártuk a barátnőmet, aki meg is érkezett, de később jött egy hölgy biciklivel. Istenem, maga az! Mondom, én vagyok. Jól látok, mondom, remélem, hogy jól lát. Édes jó Istenem, soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer személyesen megismerhetem a Komlós Jucit. Hát mondom, édesasszonyom, én szívből kívánom, hogy személyesen mindig később ismerje meg, de én nem vagyok a Lenke néni, én a Magdi anyus vagyok. Hát nem mondja, hogy nem halt meg, mondom. Én virtuálisan, ha tetszik ezt a szót ismerni, de mindegy, mindkettőjüket szerettem, és büszkén tovább lett. De a legkedvesebb történetem az, hogy volt egy nagyon édes polgármester, a Önökése kutya. Nagyon tetszett, amiket mondott, itt hallgattam, és papír nélkül le a kalapot. És megérdemel egy tapsot. Az a szép, ami érdek nélkül szép, nem akarok ide költözni, nem azért mondtam. Szóval mondta a polgármester, hogy művésznő, gyakran ül bakra. Hát mondom, egyre ritkábban. Fiatal koromban gyakrabban ültem. Azt mondja, hát két ló, lovak nem voltak, nem. De hát két lóval, hát föl tetszik ülni a bakra, aztán megmutatom a falut. Hát mondom, boldogan, még van időm, jó. Ültünk a bakon, és mentünk szépen a faluba. Mi mentünk erre, és ugyanilyen két lovas szekérrel, nagy kalappal, parasztember ült kettő a bakon. Ők erre jöttek, mi erre mentünk. Megyünk, egyszer csak a következőt hallom háta mögül. Az Isten szaleg, nem iszom többet, mert mindenki a Magdi anyust látom. Hát azt hiszem, hogy prózából elég ennyi, de még majd visszajövök. Viszontlátásra!
Csak én mi volt az abrosztal a bal.
szépen köszönjük. Következő dal is ilyen vidám lesz. Hát egy kicsit a világ tudar, de azért cintányéros.